Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a hírös hírek 19 órakor. Már is mutatjuk a tartalmat. Jövő héten indul a Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten. A szervezők több újdonsággal is készülnek. Augusztus 1-től dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora. Megjelent a Kecskeméti Média Centrum Hírös Históriák helytörténeti magazinjának nyári száma. Ákos és Geszti Péter lesz az idei Hírös Hét két legnagyobb fellépője, de a paletta igen színes. Augusztus 17-e és 25-e között több zenei és kísérő program közül válogathatnak a vendégek. Több újdonság is várja a Hírös Hétre érkező vendégeket. Idén két részre osztották a szervezők a fesztivált, kedvezve minden generációnak. A Hírös Hét klasszik, különleges operett és musical előadásai az idősebbek számára kínálnak minőségi programokat. A Hírös Hét Fesztivál egy év alatt rengeteget dolgozott a szervezőbizottság azon, hogy megújítsuk ezt a fesztivált. Minden évben valami újdonságot kellene, hogy csináljunk. Tehát ebben az évben a Hírös Hetet tulajdonképpen ketté osztottuk. A Hírös Hét klasszik és a Hírös Hét New Generation részre. Az első hét a klasszikus műfajok kedvelőinek szól, elsősorban a középkorosztálynak. A New Generation zenei és kulturális felhozatala a fiatalokat célozza meg, még a gólyáknak is szerveznek vetélkedőt. Augusztus 23-án pénteken az éjfélig tartó DJ party után a bulizókat buszokkal viszik ki a Don Beachre, ahol a fesztivál tovább folytatódik. A sok tánc és zene mellett természetesen a lovas programok sem maradhatnak el. Idén is a Hírös Héten rendezik meg a Hírös Vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát, és egy igazán izgalmas Harley Davidson találkozón több ezer lóerő dübörög majd a Hírös Városban. De más újdonság is van. A Hírös Hét Fesztivál minden évben kitelepül a főtérre, és egy valamilyen rendezvény rangjához méltó irodahelységben augusztus 1 és 31-e között infopontot létesít. Ez az infopontunk most, mivel könyvesbolt lett az eddigi irodánkból, ez most a két templom köz sarkán, a református templom és a barátok temploma között lévő területen található irodában várjuk az érdeklődőket. Jegyet nem kell venni, semmire sem, mert minden rendezvény ingyenes. Közben a kecskeméti fesztiválok pozitívan hatnak a hotelek életére. A Hírös Hét idejére is sokan foglaltak már szobát. Juszkó Anita, a Four Points Bar Sheraton operatív igazgatója elmondta, a tavalyi évhez képest csak náluk 26%-kal nőtt a beutazó turizmus. Azok, akik szeretnének szobát bérelni a városban, még találhatnak szabad helyet, de nem árt, ha minél előbb lefoglalják a szállást, mert Kecskemétre folyamatosan sok turista érkezik. Mint már korábban megírtuk, augusztus 1-től dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora. Ezzel párhuzamosan szabadult fel a pedagógus képzőkar dékáni széke. Stábunk megtudta, hogy a posztot megbízott dékánként dr. Rigó Róbert tölti be jelenleg. Hivatalosan is dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora augusztus 1-től 2023. július 31-éig. A pedagógus képzőkar megbízott dékánya jelenleg dr. Rigó Róbert. Az új vezető részére Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta államalapító Szent István ünnepe alkalmából. A kitüntetést tavaly adta át az Agrárminisztériumban dr. Nagy István miniszter. A rektor helyettes személyében is van változás. Megbízottként tölti be jelenleg a posztot dr. Sági Norberta, dr. Vess Zoltán mellett. A kinevezések terén még történhetnek változások. Dr. Fülöp Tamás rektor éppen szabadságát tölti, augusztus 12-én azonban információink szerint már hivatalossá válik az egyes posztokat betöltő személyek kiléte. Egyedi népi díszítésű padok várják a séta közben megpihenni vágyókat a Katona József téren. Egy mintakollekció darabjai ezek, amellyel a városképet kívánják színesíteni a kezdeményezők. A jövőben Kecskemét több pontján is találkozhatunk majd hasonló ülőhelyekkel.
Szemet gyönyörködtető népi iparművészeti motívumok kerültek a Katona József tér felújított padjaira. Kíváncsiak voltunk, mi volt a koncepció a köztéri alkotás mögött, és kitől származik az ötlet. Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója kérdésünkre elárulta, hogy az alapötletet Hörcsök Imre, a belváros önkormányzati képviselője adta. A megvalósításban a Városüzemeltetési Kft. Képzőművészettel foglalkozó munkatársa működött közre. Ez egy mintakollekció, amely a tervek szerint még bővül a jövőben. A padok kihelyezése még folyamatban van, összesen 12 minta lesz. A különleges köztéri bútorok pedig a jövőben a város több pontján is felbukkannak majd. A cél a városkép színesítése. Boros Gábor azt is elmondta, hogy a Városüzemeltetési Kft. Szeretne minél több padot felújítani Kecskeméten. Szerencsére ehhez idén kedvezőek a körülmények. Kivágtak 4 hársfát a közelmúltban a nagy templom és a városháza közötti térről. Stábunk utána járt, hogy mi indokolta ezt és hogyan pótolják majd a növényeket. Úgy tudjuk, hogy a kérdéses fák nem bírták a túl nagy burkolt felületet, ezért kellett eltávolítani őket. A pótlásról természetesen gondoskodnak. Ősszel komlógyertyánokat ültetnek helyettük. Megjelent a Kecskeméti Média Centrum Híres Históriák című helytörténeti magazinjának legújabb nyári száma, amely ezúttal is érdekes történeteket tartalmaz. Emellett új adással jelentkezik a Híres Históriák magazin műsor, amelynek vendége dr. Nánási László lesz. A főügyész Betyárgyilkosságok a Kecskeméti pusztában című írása olvasható a magazinban. Megjelent a Kecskeméti Média Centrum Híres Históriák című helytörténeti magazin legújabb nyári száma. A lapszámban megismerhetik Kecskemét ékességének, a Cifrapalota épületének történetét és folyamatos funkció alakulásának folyamatát. Rengeteg olyan téma van a város történetében, aminek a földolgozása vagy megismerése még a mi feladatunk. Nagyon homogén tartalommal készült a nyári szám, picit próbáltuk könnyeddé is tenni. Ez bizonyítja Péterné Fehér Mária, a Dréhersőr és Kecskemét kapcsolata című írása. Sokak számára tartogatnak ismeretlen történeteket a levéltári források. Ilyen például az utolsó kecskeméti remete, Kókai Benedek életútja, vagy a kecskeméti lapok életében is kiemelt fontos szerepet betöltő Gallia Fülöp tragédiája. Frissen megjelent lapszámunk foglalkozik a Beretvár szálloda történetével, Klapka György és a Bozsó gyűjtemény épületének kapcsolatával, emellett pedig betekintést nyerhetnek a kecskeméti Gyenes család életútjába. Csináltunk egy új rovatot, amelyben sorra vesszük Mádai Norbert által összefoglalt kecskeméti jeles vívók élettörténetét. A következő lapszámokban folytatódnak a Cifrapalotával, illetve a vívással foglalkozó rovatok. A téli lapszámban pedig Kecskemét első világháborús történetével is foglalkoznak majd. A mostani 76 oldalas magazin betekintést nyújt a kecskeméti puszták betyár világának kegyetlen bánásmódjába és a törvényszegések megakadályozására kialakult jogi szervezet tevékenységébe. A legnevezetesebb kecskeméti gonosztevők közül például Bajdor János nevű haramiáról feltétlenül megemlékezni, ugyanis nem tudják, a valóságban számos szépirodalom alkotásnak vált az ihletőjévé. Ezek közül a legjelentősebb talán Móricz Zsigmond Barbárok című novellájának a főszereplőjeként híresült el, a nevét megváltoztatva Gajdorként. Az ő nevéhez két minden körülmények között csak aljasnak tekinthető rablógyilkosság fűződhet. A Híres Históriák új száma elérhető a Kecskeméti Média Centrum szerkesztőségében, illetve Kecskemét több könyvesboltjában. A főügyésszel készült teljes beszélgetés pedig megtekinthetik pénteken a Híres Históriák magazin műsorban. 10 embert szállítottak kórházba, köztük súlyos sérülteket is, a tegnap este és ma délelőtt történt balesetek miatt. Kecskeméten, Öcsödön és Abonyban is. Baleset történt az 52-es főút felső csalános melletti szakaszán ma délelőtt. Információink szerint a két gépkocsi azért ütközött össze, mert az előttük lévő furgonsofőrje hirtelen lefékezett. A balesethez kiérkező kecskeméti mentősök egy súlyosan sérült nőt láttak el a helyszínen, majd stabil állapotban kórházba szállították. A városi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.
Öten sérültek meg ma reggel abban a balesetben, ahol egy személyautó sofőrje elaludt a volán mögött. A BMW vezetője az Abonyi elkerülő szakaszon Szolnok felől haladva két kamionnak is nekiütközött. Folyamatosan jött át fel a mi oldalunkba, eltalálta az előttem lévő kamiont, az is egy román kamion volt. Avval ütközött, utána meg nekem jött. Ezt követően a gépjármű többször megpördült, majd megállt az út közepén. A kamionok üzemanyagtartája annyira megsérült, hogy mintegy 600 liter gázolaj folyt szét az úton. A baleset miatt teljesen lezárták a 4-es főút ezen szakaszát, emiatt az úton több kilométeres kocsi sor torlódott fel. Információink szerint a személyautóban ülő 5 szemét kórházba szállították, a két kamionsofőrnek azonban nem esett baja. Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy idős hölgyet tegnap este, aki egy frontális ütközés során súlyosan megsérült. Az idős asszony és férje a 44-es főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán Öcsödnél szabályosan haladt autójával, amikor egy kanyarban a szemben lévő sávból egy gépjármű átért az üvékbe, így frontálisan összeütköztek. A totálkárosra tört Suzuki-ban ülő házaspárt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az Opelben utazó két 18 év körüli fiatalembert és a Suzuki-t vezető idős férfit pedig mentőautóval vitték kórházba súlyos sérülésekkel. Az utat a helyszínelés és a mentés idejére teljesen lezárták, emiatt több kilométeres kocsisor torlódott fel. Betiltották a fürdőzést a tiszakécskei szabad strandon. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a vízmintavizsgálat szerint az E. coli baktérium száma nagyobb volt a megengedettnél. A napokban azonban újra használni lehet majd a fürdőhelyet. Jelenleg 45 közfürdőt tartanak nyilván a megyében, ezekben a létesítményekben 33 medencét üzemeltetnek töltőürítő, 131-et pedig vízforgatós rendszerben. A biztonságos fürdőzés érdekében a kormányhivatal munkatársai nyáron is kiemelt figyelmet fordítanak a közfürdők vizsgálatára. A tiszakécskei szabadstrand üzemeltetője, Tiszakécskeváros önkormányzata, jogszabályi kötelezettségének eleget téve július 29-én vízmintát vett a Tiszában. Ezt követően pedig laboratóriumban bevizsgáltatták a mintát. A fürdővízben az Escherichia coli, vagyis az E. coli szám 1756 mpn per 100 ml volt, ami meghaladta a maximálisan megengedhető baktérium számot. Ezért a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal Kecskeméti járási hivatala elrendelte a strandfürdőhely üzemelésének szüneteltetését. A vizsgálat során azonban nem sikerült megállapítani a szennyezés forrását, így az ismeretlen. Július 31-én és augusztus 2-án önkontroll mintavételi vizsgálat történt, amelynek eredménye holnap derül ki. Várhatóan újra használni lehet majd a fürdőhelyet. A kormányhivatal közleményéből kiderül, hogy a vizek tisztasága elsősorban rajtunk, fürdőzőkön múlik. Mindig javasolt elolvasni a fürdők bejáratánál kifüggesztett szabályzatokat, ugyanis ezek az előírások rögzítik, hogy a gyógymedencéket a 14 éven aluli gyermekek nem használhatják. A fürdőruha legyen tiszta, frissen mosott. A medencébe lépés előtt is utána is alaposan zuhanyozzunk le, illetve a lábmosó használata kötelező. A szabályzatok arról is rendelkeznek, hogy milyen megbetegedések esetén tilos a fürdő látogatása. Közel 25 kilométernyi mellékút és főút újulhat meg Bács-Kiskun megyében a Magyar Falu programnak köszönhetően. A munkálatok első ütemében országosan 23 milliárd forint értékben, 89 szakaszon, mintegy 250 kilométeren valósulhatnak meg teljes körű útfelújítási projektek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT által üzemeltetett országos közúthálózaton a napokban indulnak a program első ütemében szereplő beruházások. Bács-Kiskunban Tiszaalpár, Harkakötöny, Kunadacs és Rém településeknél a mellékutak, még Akasztónál az 53-as főút felülete újul meg. A következő hónapokban a munkák nagyságrendjétől függően 30-180 nap alatt végezhetnek a szakemberek a teljes körű felújítási munkákkal. Ezzel a vidék összekötő és bekötő utak rendbetételére lesz lehetőség, amely a későbbiekben a Magyar Közút Nonprofit ZRT üzemeltetési és fenntartási feladatait is megkönnyíti majd.
A szükséges helyeken új alapréteget fektetnek le a szakemberek. A rossz burkolatot elbontják, és új teherbíró szerkezetet építenek be. Az árkok tisztítását, a vízelvezetés helyreállítását is elvégzik. Új közlekedési táblákat helyeznek ki, és új burkolati jeleket festenek fel. Az ország mind a 19 megyéjében lesznek útfelújítási munkák. A projekteket összefoglaló térkép és projektlista elérhető a Magyar Közút Nonprofit ZRT weboldalán a www.közut.hu-n. A munkálatok általában félpályás korlátozás mellett valósulnak meg, így érdemes az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Útinform szolgálatánál vagy a www.útinform.hu oldalon tájékozódni. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Jövő héten indul a Híres Hét Fesztivál Kecskeméten, a szervezők több újdonsággal is készülnek. A két részre osztott rendezvény minden generációnak tartogat programokat. Augusztus 1-től dr. Fülöp Tamás a Neumann János Egyetem rektora. A rektor helyettesi posztot megbízottként jelenleg dr. Sági Norberta tölti be dr. Velcs Zoltán mellett. Megjelent a Kecskeméti Médiacentrum Híres Históriák helytörténeti magazinjának nyári száma. A pénteki magazin műsorban pedig betekintést nyerhetnek a kecskeméti puszták betyár világának kegyetlen bánásmódjába. Összesen 10 embert szállítottak kórházba a tegnap esti és ma délelőtti balesetek miatt. Az 5. karambol sérültjét mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap este 7-kor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban elszórtan záporral, zivatarral is találkozhatunk. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat. Az éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Csütörtökön erős gomoly felhőképződés várható a több-kevesebb napsütés mellett, és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél élénk vagy erős lesz, átmenetileg viharossá is fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, nappal 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos idő várható, gomoly felhőkkel, napközben csak helyenként fordulhat elő záporeső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű.